Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szombathely Televízió kedves nézőit, ismét elröppent egy hét, ami azt jelenti, hogy megkezdődik a hétvége. Tartsanak velünk, hiszen izgalmas témákat tartogatunk ma is, amelynek középpontjába az ünnep közelettével természetesen a karácsony áll. Nézzük a kínálatot. A rendőrség adventi felhívására, vagyonbiztonságra való felhívására látogattunk el, úgyhogy majd erről tekinthetek meg egy rövid összefoglalót a műsor ismertetést követően, majd pedig a téli napszemüvegek választásáról, vásárlásáról fogunk beszélgetni, mire kell odafigyelni ilyenkor, főleg akkor, hogyha esetleg ajándékba szeretnénk ezt valamely szerettünknek. Jelentkezni fog kutyavilág rovatunk is, és a férfi bőrápolás technikájáról, praktikájáról is fognak hallani érdekességeket, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, és ellátogattunk Csákány Doroszlóba a karácsonyi meseházhoz. Tehát mondhatjuk azt, hogy ténylegesen a karácsony áll a középpontban a műsorunkban, de ahogyan mondtam, a műsor ismertetőnkbe következzék egy rövid bejátszó, hiszen a vagyonbiztonság az kiemelten fontos ilyenkor, nagyon fontos odafigyelnünk az értékeinkre, főleg, hogy a forgalmas helyeken, bevásárlóközpontokba járunk, és éppen ezért tett egy nyilvános felhívást a rendőrség, illetve a polgárőrség együttesen, és most erről tekinthetnek meg egy rövid összefoglalót, ahol ugyanúgy szerepet kap a vagyonbiztonság mellett az internetes csalások is. Közeledik a karácsony, érezhetően nő a forgalom a bevásárlóközpontokban, főleg hétvégéken. A zsúfolt helyeken mozogva fokozottan kell vigyáznunk értékeinkre, erre hívja fel a figyelmet a rendőrség, házhoz megyünk, fókuszban a biztonság című kampánya. A táskánk belső zsebeiben, kabátunk belső zsebeiben, védett helyen helyezzük el a pénztárcánkat, bankkártyánkat, gépjárművek kulcsait. És amikor vásárolunk, a nézelődés, az ajándékok keresése során legyen gondunk arra, hogy ne hagyjuk a táskánkat, pénztárcánkat a bevásárlókocsiba, és a már megvásárolt árukat se hagyjuk felügyelet nélkül. Bevásárlóközpontokban találkozhatunk a rendőrség információs pultjával. Ma a plázában várták az érdeklődőket vagyonvédelmi jó tanácsokkal, hasznos beszélgetésekkel, kiadványokkal, apró ajándékokkal, a gyerekeket óriás kirakóval, rejtvényekkel, totóval. Nagyon jó, azt is nyugodtan kösd össze. Külön felhívják a figyelmet az internetes vásárlás veszélyeire, a kibertérben elkövetett csalásokra és azok megelőzésére. Ne dőljünk be a csalóknak, kapcsoljunk egyből, el kell gondolkodnunk, hogyha valamit nagyon-nagyon olcsón áron alul kínálnak, akkor lehet, hogy azzal nincs is valami rendben. Célszerű minden esetben az utánvétes vásárlást választani, és megbízható kapcsolaton keresztül történjenek a fizetések. A netes csalásokkal kapcsolatban a kiberpajzs.hu oldalon minden hasznos információ megtalálható. Az ünnepváró forgatagban a polgárőrség is nagyobb erőkkel van jelen. 10-15 egyesület fogott össze, közösen járőröznek például a főtéri adventi vásárban. Figyeljük a zsebeseket, figyeljük az ott hagyott esetleges értéktárgyakat, figyelmeztetjük a vásárban, az üzletekben tevékenykedő emberkéket, hogy figyeljenek oda az értékeikre, ne hagyják ott sehol. December 6-án a Family Centerben lehet megtalálni a rendőrök információs pultját. Elindult a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság Facebook oldala is, ahol hasznos bűnmegelőzési tanácsokat tesznek közzé, hogy mindenkinek nyugodt karácsonya legyen. A vagyonbiztonságot követően maradjunk a karácsony hangulatánál, ajándékvásárlás tekintetében. Ha pedig szeretnénk ajándékot vásárolni, akkor egy jó napszemüveg mindig, mindenkor jól jöhet. Főleg télen, hiszen az időjárás viszontagságos. Mondhatjuk azt, hogy a rekkenő napsütés, ami zavarni tudja az ember szemét egészen a hóig, ami szintén vakító hatást tud gyakorolni, ugyanúgy fontos lehet. Éppen ezért megfelelő napszemüveget kell vásárolni, és hogy pontosan miért és mikre kell odafigyelni, ebbe segítségünkre lesz Perési Péter látszer és mester a Perési Optikától. Szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntöm a nézőket, szervusz. Ugye a felvezetőben elmondtam, hogy fő nagyon kritériumok vannak. Ilyen a havazás, ami a tél egyik velejárója természetesen, de ez is tud vakítani, ahogy nyilván a napsütés is, és ha az a kettő egyszer van, akkor az meg talán a legrosszabb. Így van, hát az elmúlt héten kaptunk ebből ízelítőt. Havazás idején ugye általában borult idő van, az azt követő időszakok, ha derült időszak követi, akkor lehetnek kritikusak. Mi történik? Télen sokkal mélyebben jár a nap, ugye laposabb szögben süt rá a földre. A visszaverődés számunkra sokkal kellemetlenebb lehet. Tehát autóvezetés közben, de akár kirándulás, szabadidő eltöltése közben is teljesen másfajta fényhatások érnek bennünket.
Azt mondhatjuk, hogy egy normál napszemüveg, ami a mindennapokban nyáron megfelel, ilyenkor is jó, akkor, hanem a táskánkban van. Tehát nyugodtan télen ugyanúgy napszemüvegezni, azt figyelembe venni, hogy milyen fényviszonyok vannak, ezek legyenek a döntőek. Azért hangsúlyoztam, hogy általánosan viselt napszemüvegről beszélünk, mert nyilván valaki sportol, hegyi, túrázik, tehát mondjuk magasabb régiókban mozog, ott mások a fényviszonyok. De nem csak a fényviszonyokról kell itt megemlékeznünk, hanem tulajdonképpen az UV-fény és a hóvakság, vagy a vakító hóhatás az, ami egy következő probléma lehet. Ugye ebben az esetben már az általánosan használt napszemüvegek nem lesznek megfelelőek. Itt egy úgynevezett CN4-es norma lép be, amelyik a Gletscher szemüvegek kategóriája. Ezt a kedves nézők vagy vásárlók úgy tudják eldönteni, hogy ezek a nagyon-nagyon sötét színű lencsévű szemüvegek, ezek valójában 2000 méter fölött derült időben, hó esetén alkalmazhatóak, mikor nem. Nem alkalmazható normál magasságban, normál fényviszonyok vagy napsütés esetén autóvezetéshez. Tehát az a nagyon lényeges dolog, hogy a maradék 5% fényátbocsátású szemüveg nem alkalmas autóvezetéshez. CE4 jelöléssel fog a szemüvegen szerepelni, minden, ami CE3 normájú, az autóvezetéshez és általános célra is alkalmas. Ki kell ezt ugye akkor hangsúlyozni, hogy azok a sport napszemüvege, amelyeket mondjuk snowboardozáshoz, síeléshez használunk, azt vezetésképp semmiképpen. Hát hogyha ez az 5% maradék fényátbocsátású szemüveg, akkor ne. Ugye ez a szakember javaslata, hogy a valóságban, a való életben mi történik, erre nekünk valami kevés ráhatásunk van. A tanácsunk az mindig ez, tehát mi élesen megkülönböztetjük a felhasználás módját, erre adunk tanácsot. Most én példaként nem ilyet hoztam, hanem nyilván a divathoz kapcsolódó, a divat világából kapcsolódó napszemüvegeket is szeretnék itt megmutatni. Ott mások a funkciók. Funkció a figyelemfelhívás, az elegancia, a kiegészítőként való működés, és nyilván a jó UV-védelem és a jó optikai minőség. Miért hagytam ezt a végére, amikor ennek kellene az elsőnek lenni? Hát azért, mert nekünk az a filozófiánk a szaküzlet lévén, hogy ezek alapkérdések, tehát hogy a szemüveglencse nem torzít, és jó UV-védelemmel bír, ez egy szaküzletben vásároljuk, ebben biztosak lehetünk. Minden egyéb más faktor, tehát hogy milyen méretű, milyen színű, az az illető arcához és az egész, hogy mondjam, habitusához, hogy illeszkedik, erre pedig a szakemberek fognak tudni majd segítséget nyújtani. És nyilván tudtok abban is segíteni, hogyha valaki napszemüveget szeretne vásárolni, de mondjuk nem szeretne a kényelmet, a komfort számlájáról írni, hogy akár a napszemüvegeket tudják olvasásra is használni, tehát több rétegű lencsével tudjátok ellátni. Így van, tehát ugye ez az a kategória, ami úgynevezett dioptriázható szemüveg. Na most amik itt az asztalon vannak, ahogy végignézem, ezek mind pont olyanok, hogy akár ez is. Hát jellemzően, amit most kérdeztél, ott egy olvasó szemüvegként nyilván már egy multifokális szemüveg lencse fog belekerülni ebbe a úgynevezett divat szemüvegbe, ez abszolút megoldható. Miért? Hiszen azt akarjuk majd nyilván arra is, hogy a tengerparton sétáljunk, vagy akár egy téli tájon kimenjünk sétálni, olvassunk vele, megnézzük az autóban a navigációt. Aztán egy olvasó szemüveggel ugye ez nem volna lehetséges. Viszont a multifokális lencsék felépítése, hogy távolra, köztes távolságra és olvasó távolságra is tudjuk használni. Mennyire népszerű ajándék, pláne most lehet azt mondani, hogy nagyon jó kiegészítőként lehet használni, akár egy óraként, egy nyakkendőként, ugyanúgy öltöztet egy napszemüveg is, éppenséggel férfiakat is, miért ne? Most itt a kínálatból az urak kimaradtak. Igen, tulajdonképpen a karácsonyi időszak az mindig erről is szól. Ajándékvásárlás, ajándékozás, karácsonynak ez az egyik fő mottoja vagy motívuma. Tudunk segíteni ebben is, kétféle lehetőséget tudunk felajánlani. Az egyik az, hogy megvásárolja a kedves vásárló, és nyilván a két ünnep között, ha cserére van szükség, akkor cserélünk. Vannak ennek keretszabályai, hogy mi szerint, vagy hogyan. Nyilván akkor már a megajándékozott egyszer meglepődött, aztán a meglepetés után segítünk esetleg, ha nem sikerült elég meglepetést okozni, segítünk egy olyan terméket választani, ami tökéletes lesz, hiszen nem biztos, hogy a megajándékozó az anatómiai tulajdonságaival teljesen tisztában az a megajándékozottnak. Aztán a másik verzió, ami talán egy kicsit biztonsági játék, az, hogy ajándékutalványt vált valaki, azt vásárol valaki, és akkor a két ünnep között, vagy akár az új esztendőben, az új év elején jön hozzánk, és akkor segítünk neki.
Mennyire jellemző az, hogy a férfiak, akik besétálnak egy üzletbe, pontosan tudják, mit szeretnének? Vagy inkább ez továbbra is az eladóknak a segítségére vagyunk hagyatkozva leginkább? Mindenki azt hiszi, hogy pontosan tudja, hogy mit keres. Ezzel nincsen semmi gond, azért vagyunk mi, hogy segítsünk. Tehát nyilván vannak olyan sarokpontok mindig egy ajánlásban, olyan szakmai hátterünk van, ami megalapozza azt, hogy tudjunk segíteni. Tehát, hogyha elbeszélgetünk egy felhasználóval, mint most te veled, arról, hogy mire szeretné használni ezt a szemüveget, akkor el tudjuk különíteni, hogy melyik termékcsoportból, vagy melyik adott esetben melyik márkából segítsünk választani. Nyilván egy divatkiegészítőként funkcionáló napszemüveget elsősorban, amiről divatnapszemüvegként szoktuk apostrofálni, azt nem feltétlenül fogjuk egy hegyi túrázás, vagy a netán snowboardozáshoz ajánlani. A férfiaknál is egyre nagyobb a kínálat, lehet ezt így fogalmazni, hiszen a nőknél azt lehet tudni, hogy lényegében tényleg aztán a skála minden faktora megtalálható. Ugyanez igaz az urakra is. Tehát nem kell megijedni, most egy picit máshogy válogattam, itt inkább az ékített, díszített szemüvegekről próbáltam egy kis áttekintést adni. Ugyanez a választék, vagy még nagyobb választék van az uraknak is a kínálatban. És aki szeretne esetlegesen vásárolni, ilyenkor egyébként a korosztály is meg van szabva? Tehát, hogy a mai gyerekeknek is lehetne akár napszemüveget biztosítani a fiúk számára, természetesen így gondolkodok most, maradjunk a fiúk területén. Így van, tehát van a legtöbb márka, a legtöbb nagy brand, az kínál kifejezetten gyermek részére, akár optikai, akár pedig napszemüveget. Ugye ezt tudni kell, hogy nyilván az ő érdekük is az, hogy a fogyasztókat minél előbb magukhoz édesgessék, a márka imidzsét tovább építve mindenképp a fiatalabb korosztályt meg tudják célozni. Tehát ezek a különböző social médiából jönnek ezek a hatások, amikor akár egy 12-13 éves gyerek is jelentkezik azzal, hogy ő látta, hogy XY márkának van junior vagy akár gyermek napszeg, és ilyet szeretne. Igen, ezt kínáljuk mi is. Több márka már kifejezetten fókuszál erre, nagy világmárkák fókuszálnak erre. Mennyire tudatosan vásárolunk most már, arra gondolván, hogy nem csak időszakosan, nem csak a téli hónapokra, hanem akár az egész évet lefedve egy-egy napszemüvegre? A szemüveg használók, tehát akinek dioptriás korrekcióra van szüksége, ők tudatosabbak. Nyilván már önállók azért a felhasználás módja az hát sokkal inkább a célszerűségre fókuszál. De ott is ki lehet egészíteni a divat irányzattal. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy egy látásjavító szemüvegnek nem lehet szépnek lennie. Ugyanilyen lesz egy látásjavító szemüveg, ilyen színezett lencsékkel gyönyörűen el lehet készíteni. Aki mondjuk sportolás céljára választ, az egy másik fajta ismérv szerint fogja kiválasztani a szemüvegét, de én azt gondolom, hogy ha valaki tudja azt, hogy mi a felhasználás célja, akkor akár a mi segítségünkkel, akár egy picikét, hogyha tájékozódik, fog tudni találni egy olyan irányt, amiből választani fog. Perési Péternek nagyon szépen köszönöm, hogy bejött és elmondta mindezt nekünk. Akkor célszerű tényleg otthon körbenézni, összeírni, ki, milyen és hogyan szeretné használni, és ennek megfelelően akár ajándékba, akár saját magának meg tudja majd vásárolni, akár az ünnepekre, vagy éppen jövőre. Nagyon szépen köszönöm és kellemes szépen. Ünnepeket. Mindenkit kívánok, boldog új évet kívánok. Ha pedig nincsen esetlegesen ötletünk még, hogy kinek milyen ajándékot vegyünk, akkor tekintsék meg most rövid bejátszásunkat, hiszen az Intersportba rengeteg sporteszközt, vagy éppen divatos kiegészítőt tudunk válogatni, úgyhogy vessük bele magunkat és nézzük meg, hogy kinek mi juthat a karácsonyfa alá. Elérkeztünk a karácsonyi hajrá finiséhez, most már tényleg nem sok van hátra ahhoz, hogy mindenki a megfelelő ajándékot tegye be a fa alá szerettei, rokonai, barátai számára. Mi is mindenféle jóval készültünk, egészen a nagyobb sporteszközöktől az apróságokig mindenféle kiegészítő megtalálható nálunk. Hogyha valaki sportosabb ajándékot szeretne, nagyon szeretik ilyenkor a vásárlók például a téli sportokat, téli sport kiegészítőket, eszközöket, tehát akár egy síszemüveg, egy sisak, de akár egy komolyabb tétel, egy sílétszett is jó ajándék tud lenni a fa alá. Picit macerásabb becsomagolni a mérete miatt, viszont általában ezt megoldja Jézuska. És akkor aki viszont nem a téli sportok szerelmese, rengeteg olyan kiegészítő van, ami általános sporteszköz, tehát akár ilyen fitness kiegészítő, kisebbek, apróbb dolgok, amik nem méretfüggőek, hanem egy tök jó ajándék tud lenni mindenki számára, aki sportol. Vagy akár
sokan választják például a futócipőt megajándékozni, vagy magukat, vagy a családtagjaikat például, és az új évben egy új sportformát elkezdeni éppen, vagy a régit lecserélni egy új futócipőre. Nagyon sokan gondolkodnak sporteszköz vásárlásában, de nem tudják, hogy mi az, aminek igazán örülne a családtagjuk, vagy épp a szerettük. Ezért nagyon jó ajándék például az ajándékkártya. Ezt is nagyon sokan választják, nagyon sokáig felhasználható különböző eszközökre, értékhatártól függetlenül. Ez is egy nagyon jó kis ajándék tud lenni. Az utolsó napokban nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és így igazából magát a választás örömét is oda teszik a fa alá. Üzletünk karácsonyi nyitvatartással várja a vásárlókat egészen december 24-én délig, úgyhogy az utolsó pillanatig itt vagyunk, és megpróbálunk segíteni a legjobb ajándék megtalálásában. A kollégáim nagyon sok szép, divatos dolgot tudnak ajánlani, akár a sporttól vásárlók, akár egy kicsit divatosabb és egy kicsit másfajta dolgokat keresők számára. Ha pedig nincsen esetlegesen ötletünk még, hogy kinek milyen ajándékot vegyünk, akkor tekintsék meg most rövid bejátszásunkat, hiszen az Intersportban rengeteg sporteszközt, vagy éppen divatos kiegészítőt tudunk válogatni, úgyhogy vessük bele magunkat és nézzük meg, hogy kinek mi juthat a karácsonyfa alá. Folytatódjon a hétvége egy kis szépség tanácsadással, és ezúttal is a férfiak kerülnek előtérbe. Szeretettel köszöntöm Dudok Anettet, a Magister Product üzletvezetőjét. Szeretettel köszöntelek még egyszer, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívásatokat. Hogyan alakítsunk ki téli bőrápolási rutint férfiakként? Amikor ezt a kérdést így megfogalmazódott itt a szerkesztőségünkbe, akkor mindenkinek volt egy-egy ötlete. Ezek a tipikus házi praktikák, de hát nyilván egy szakértő teljesen más oldalról közelíti meg. Szóval hogyan is kell megközelítenünk? Nagyon szépen köszönöm. Egyébként én mindig nagyon-nagyon szívesen várom ezeket a házi praktikákat is, és akkor így nagyon jól együtt is meg tudjuk azt fejteni, hogy vajon mi lenne az a járható út, amely még egy férfinak az időbeosztásába is beleférne, illetve amire én mindig a hangsúlyt fektetném, az a rendszeresség. Tehát egy férfi bőrápolási rutinba először is mindig vegyük figyelembe azokat az arany sztenderdeket, amelyek a férfi arcbőrt jellemzik. Férfi arcbőre jellemző az, hogy szerencsére a ti nemetek kollagénben nagyon gazdagon ellátott, emiatt a ráncosodásnak a folyamata is később indul meg, ezen kívül a fagyú működésetek is sokkal gazdagabb. Emiatt aztán már egy speciális bőrápolási rutint kell kialakítani, hiszen a megnövekedett fagyú termelés miatt az arcápolási rutinba én a tisztításra hívnám fel a figyelmet, illetve ennek a fontossága kimagasló. Tehát, hogyha úgy döntetek, hogy egy professzionális terméket vezettek be a bőrápolási rutinotokba, akkor az egy arctisztító legyen. Ezt úgy gondolnám, hogy fürdéstusolás közben ne a megszokott tusfürdővel tisztítsuk meg az arcot, hanem legyen az egy bőr pH-hoz megfelelően bufferelt, professzionális készítmény, amely segít helyreállítani a hidrolipid egyensúlyt, azon kívül, hogy megfelelő tisztító összetevőkkel van ellátva, és szépen megtisztítja a bőrt a napi szennyeződésektől. Mennyire figyelnek oda a férfiak így a saját bőrtípusukra? Mert azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban most már azért a férfiak is oda-oda figyelnek önmagukra, illetve a bőrük ápolására. Igen, gyakorlati tapasztalatom egyébként az, hogy sokkal jobban odafigyelnek, illetve a tudatos bőrápolásra. Egyébként ez nagyon gyakran úgy szokott indulni, hogy mondjuk a párjuktól kapnak egy ajándék hidratáló krémet, aftershave balzsamot, illetve ami az elmúlt időszakban már jellemző, hogy a tinédzser korban már kialakul egy bőrápolási rutin. Nagyon sokszor ezeket a professzionális, speciális szakértő által összeállított bőrápolási rutin javaslatokat aztán a kényszer is szüli, mert mondjuk egy serdülőkorban egy megnövekedett fagyú termelés során fellépő esetleg aknés bőrkép, vagy mondjuk egy izotretinoin terápia nyomán szükség is van arra, hogy legyen egy komplex bőrápolási rutin, vagy egyébként ugyanúgy az uraknak a bőrét is érintheti egy ekcémás jellegű kipirosodás, vagy mondjuk egy lipidhiányos állapot a téli hideg időszakban. Tehát sokszor emiatt is van arra szükség, hogy tudatosan építsük fel a rutint. Mert hát ugye az idő, ami eltelik szépen fokozatosan, ugye a tinédzserkortól
fiatal a felnőtt és az idősödő kor felé haladva, az ember észreveszi saját tüneteket is, hogy mire érzékenyebb. Például nekem most, ha magamból indulok ki, akkor a borotválkozás után nekem állandóan ég a bőröm. Tehát ez is azt mutatja, hogy egy gondoskodást igényelne ápolásra, de mondhatnám akár a kemény víz, amikor zuhanyzik az ember, akkor viszketést, vakarózást okoz, és éppen ezért akkor hidratáló krémet használ. És ez most szégyen, nem szégyen, de a férfiaknak ugyanúgy oda kell figyelni, pontosan ezért, mert az embernek, ugye, ahogy szokták mondani, egy bőre van, és hogy a nyáron ugye óvni kell, hogy le ne égjél, mert kipirosodhat, nem lesz olyan ruganyos, feszes a bőröd, hát úgy értelemszerűen évek múlásával, meg aztán hatványozottan igaz ez. Igen, ez pontosan így van, és itt kiemelném azt, hogy egyébként abszolút nem szégyen megfelelő bőrápoló kozmetikumokat választani férfiak esetében sem, hiszen egyébként ezek a krémek, én azt gondolom, hogy már olyan illatvilágban, olyan professzionális összetevő listával kerülnek legyártásra, amelyek abszolút a férfi igényekre szabottak. Tehát most mondjuk gondolnék itt arra, hogy nagyon szuper mentol tartalmú, kis kellemes, citrusos illatvilágú arcápoló hidratálók vannak, sőt, vannak már olyan nagyon szuper összetevők is, ilyen például a fermentált aloe vera kivonat, a glikoin, ami kimondottan mondjuk a napi szintű borotválkozás után így egy lépésben a hidratálás, illetve a tonizálás, illetve az aftershave ápolásnak a kényelme is megvan egy bőrápoló kozmetikumon belül, így nem kell az se, hogy túl rétegezzük azt az adott rutint, hiszen gyakran a férfiak esetében ez problémát jelent, hogy most akkor akár 3-4-5-6 terméket így egymásra rétegezzünk. Tehát egy arctisztító és egy megfelelő hidratáló krémmel ezek a tünetek orvosolhatóak. Mennyire jellemző, hogy a férfiak megkeresnek, és hogy be tudják kategorizálni, hogy miben kérik a segítségedet? Egyre inkább jellemző, nagyon sokszor a párjuk kíséretébe szoktak felkeresni, hiszen az ő pipere szekrényeiken már látják, illetve ismerik a kozmetikumjainkat, és akkor emiatt szoktak így keresni. És egyébként itt is most ezt említeném elsősorban, hogy a legtipikusabb tünet, amellyel keresnek, hogy mondjuk az életkorunk előre haladtával, akkor a borotválkozás során fellépő bőriritáció. Hiszen ez nagyon sokszor ugye napirendszerességgel egy irritatív tényező, ami bizony ilyenkor a téli időszakban, fűtési szezon bekövetkeztével nagyon-nagyon előtérbe is kerül. Melyek még azok a stílusjegyek, illetve bőrhibák, bőrtípusok vagy éppenséggel problémák, amelyekkel megkeresnek, és milyen megoldásokkal tudtok kedveskedni? Serdülőkorban ugye mindenféleképpen, vagy nem csak serdülőkorban, mondjuk fiatal felnőtt korban a pattanásos bőrnek a tünetei, ugye ezek az aknés bőrtünetek, tehát pattanások, gyulladások, miteszerek, komedok. Ugye itt a már említett bőrtisztításra hívnám fel a hangsúlyt, illetve amit célszerű lenne ilyenkor beépíteni a bőrápolásba, rutinba, heti két alkalommal egy hámlasztó készítmény. A hámlasztásra már számtalan hatóanyag áll rendelkezésünkre, különböző AHA-savak, vagy mondjuk a fűszva kivonatból nyert BHA-sav, ami egy nagyon szuper egyébként a férfi bőrápolási rutin tekintetében, hiszen ez a pólusok mélyére tud hatolni ez a hatóanyag, és nagyon szépen ezt a nem normálisan bekövetkező hámlási folyamatot is segít orvosolni, mit a szeres bőrnek a tüneteit tudjuk vele így megállítani, illetve nagyon szépen potenszírozni. Továbbá mondjuk az elemi szénpor egy nagyon jó összetevő szintén a mély tisztításra, és ezeket előszeretettel is használjunk, mind a napi szinten használatos hámlasztás, mind pedig a heti két alkalommal ajánlatos bőrradírozás lépéseként. És jó hír egyébként az uraknak, hogy most már vannak olyan nagyon jó kozmetikumok, amelyek akár ezt a lépést egy 2-1-ben bőrápolóval is meg tudják oldani, amely nem csak peelingeli, tehát radírozza a bőrünket, hanem mondjuk, ha ezt egy fürdés tusolás közben egy 5-10 perc hatóideig fölhagyjuk, akkor ez a pakolás szintén segíti azt, hogy a bőrünket tisztítsa, mondjuk olyan nyomelemmel, mint a cink, vagy mondjuk a zöld agyak kivonatát, mind-mind megakadályozza a túlzott fagyú termeléssel együtt járó bőrgyulladásnak a tüneteit. És akkor ugye ez mondjuk egy zsíros bőr problémájára egy rendkívül jó megoldás jelenthet, és ezután bevezetettünk egy jó kis könnyedállagú hidratáló krémet, mivel egyébként a zsíros bőrnek is szüksége van a hidratálásra, ez egy nagyon fontos, hogy eloszlatni ezt a téveszmét, hogy nem kell a zsíros bőrt hidratálni, mert az amúgy is fagyúval el van látva, ez egyáltalán nem biztos, a hidratálásra és a megfelelő tisztításra minden bőrtípusnak egyaránt szüksége van. Az évszaknak megfelelően a téli időszak mely
része mondjuk a legproblémásabb a férfiakra nézve? Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egyébként ez, amikor a fűtési szezon elindult, tehát már ez a novembert követően, sőt, ugye nagyon sokan vannak, akiknek mondjuk ilyenkor nem csak az arcápolás, hanem mondjuk mivel több időt töltenek kinn a szabadba, esetleg munkájukból adódóan is, kézen, nagyon sokszor a kézfejen, ugye a kézekcémának a tünetei jelennek meg. Ilyenkor, amire fel kell hívni a figyelmet minden esetben, hogy kerüljük a túl agresszív tisztító hatóanyagokat. Szódium, nátrium, leuril szulfát egyébként, ez az SLS rövidítés kapnak egyébként a drogériás kozmetikumokba. Manapság már rendkívül jó hatóanyagok, cukorból, kókuszból származtatott tenzidek állnak a rendelkezésünkre, hogy ezt tudjuk pótolni. Majd ezt, hogyha tehát kiváltjuk ezeket az agresszív habzást elősegítő hatóanyagokat, és egy jó kis lipidpótló balzsammal, mondjuk lemmagolajjal gazdagított, hidrolipid egyensúlyt helyreállító, bőrbariért védő balzsammal kiegészítünk, ezzel nagyon szépen a kézekcéma, vagy hát effektíve ugye a lipidhiányos állapot tüneteit is tudjuk enyhíteni. Nem csak az évszaknak megfelelően a hideg időjárás, hanem sokkal inkább az ünnepés környezetében lévő, hogy is fogalmazzak finoman, fogyasztási szokások is befolyásolhatják nyilván az embernek a bőrét. Gondolok itt mondjuk a hatalmas karácsonyi falásokra, vagy éppen az alkoholfogyasztásra. Igen, ezek a típusú megpróbáltatások elsősorban az arcbőrünkön hagynak nyomot. Így van egyébként a túl fűszeres ételek, túl zsíros ételek, ezek abszolút a fagyútermelést ugye még inkább generálják, illetve gyulladásos folyamatokat tudják elindítani. Hát ebben az esetben mindenféleképpen egy helyesen megválasztott bőrápolási rutint javasolnék. Arctisztításnak a fontossága ebben az időszakban is kiemelt fontossággal bír. Amit egyébként ilyenkor hatóanyagokat szoktam javasolni, ami nagyon-nagyon jól működik, esetleg a C-vitamin nappalra. Egyébként ez télen-nyáron egy nagyon szuper összetevő, hiszen ugye a napkáros sugarai, tehát az UVB-n kívül az UVA ilyenkor is ér minket. Tehát mondjuk, hogyha egy C-vitaminos kis szérumot esetleg beépítünk a bőrápolási rutinba, az nagyon szépen a gyulladásos folyamatokat is segít gátolni, a bőrünkbe a kollagént is segít megemelni, tehát a ráncosodási folyamatokat is így meg tudjuk gátolni, illetve még a napi fényvédőnek a használatát, hogyha ebbe így beiktatjuk, akkor még annak tudja a hatáserősségét is növelni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél, és ezt mind megosztottad velünk. Urak, akkor célszerű lesz odafigyelni, hogyha nem akarunk idő előtt megöregedni. Köszönöm szépen, még egyszer is kellemes ünnepeket. Nagyon szépen köszönöm. Haladunk tovább, egészen pontosan a kutyavilág rovatunkkal. Fontos egyébként a kutyákra, illetve a kisállatokra is odafigyelni ebben az időszakban, hiszen egy elcsent sütemény, jutalomfalat mellett mondjuk csokoládét fogyasztanak, az nagyon-nagyon-nagyon vissza tud ütni, sőt, akár kómás állapotot is okozhat. Nézzük meg erről egy rövid összefoglalót, hogy mire és hogyan kell odafigyelni. A legtipikusabb az, hogy soha annyi hányó hasmenéses kutyát nem látunk. Ilyenkor szokott jutni az ünnepi asztalról finom, zsíros, fűszeres koszt a kutyáknak is, és rengeteg ilyen kutyát kezelünk ilyenkor. Több tipikus karácsonyi probléma van, minden évben több évtizedre visszamenőleg szokott lenni legalább egy cica betegünk, aki ezt a fényes, hosszú girlandot azt a levadásza a fáról, megeszi, és bélelzáródást okoz nála. Valahogy a nő ezt egy ilyen zsákmányállatnak tekintik a cicák, és elfogyasztják, és ilyenkor minden esetben műtétre kerülnek. Ha időben jön, akkor még ez jól megmenthető. A másik sokkal gyakoribb, és nagyon tipikus, hogy csontot kapnak az állatok. Ezt minden évben el szoktuk mondani, hogy ne tegyék. Nagyon sok esetben ez székrekedést okoz, és beöntés a vége, be kell bódítani a kutyát, és akkor úgy öblítjük ki a bekeményedett, besült kemény csontot a végbeléből. Az is veszélyes lehet, ha házi kedvencünk édességet csen az ünnepi asztalról. A csoki evés az mérgező a kutyák számára. A csokiban lévő hatóanyag, ez a teobromin, ez mérgező, viszonylag nagyobb mennyiséget kell felvennie,
és ha olyan csokit fogyaszt az állat, ami minél inkább sötétebb, étcsoki, minél inkább keserűbb, azok több teobromint tartalmaznak. Ez a hatóanyag, ez idegrendszeri tüneteket tud okozni, kisebb mennyiségnél csak nyugtalanság, lehet lihegés, szaporább szívverés, nagyobb mennyiség felvétele esetén akár epilepsziaszerű görcsök, kómás állapot is előfordulhat. Egy kisebb méretű toj fajtánál, hogyha több étcsokit zabál meg, akkor akár meghalhat a kutyus. Szerencsés esetben az első 4 órában, ha észreveszik, hogy megette, akkor hánytatni szoktuk, injekciós készítményt adunk, ami után 4 órával kihányja. Ilyenkor még érdemben nagy mennyiség nem szokott felszívódni, ilyenkor jól megelőzhető a baj. Ha már túl vagyunk ezen a 4 órán, akkor a hánytatásnak nincs értelme, direkt ellenszere nincsen, tünetileg szoktuk kezelni, az idegrendszeri tüneteket görcsoldókkal, nyugtatószerekkel, akár altatószerekkel, keringését infúzióval támogatjuk. Általában ezek az állatok megmenthetőek. A nagy veszélye az akkor van, ha nagyon pici kutya, meg nagy mennyiségű étcsokit fogyaszt el. Egy újabb mérgezés probléma, amit azért talán már ismernek páran, ez a xilit, édesítőszer, ami az emberek számára teljesen ártalmatlan, de ez a nyírfacukor a kutyáknál komoly mérgezést okozhat. Hogyha a süteményt így készítjük, elég az már, hogyha csak a süteményszélt kapja meg a kutyus, ez is komoly mérgezéses tüneteket okozhat. Az elfogyasztás után ez a vércukra nagyon-nagyon leesik, és akár ez is görcsös állapotokat idéz elő, pár napon belül pedig súlyos májkárosodást okozhat. Ha ilyen esetünk van, erre is az vonatkozik, hogyha ha friss, akkor hánytatni gyorsan hozzuk be a kutyust. Ha már régebbi esetről van szó, akkor infúzióval szoktuk kezelni ezeket az állatokat. Idén is mesevilágba találhatja magát mindaz, aki ellátogat Csákányoroszlóba, ahol ismételten több százezer LED világít meg egy házat, és mindenféle mesét idéző állatok, világok és éppenséggel Mikulást is megidéznek. Aki esetleg nem tudna ellátogatni, se keseredjen el, hiszen a rövid összefoglalónkból kiderül minden, és senki nem marad le arról a csodavilágról, ami ott várja az embereket. Világító rénszarvas, jeges medvék, hóember és fényárban úszó ajándékdobozok. Csillogó-villogó karácsonyi mesevilág fogadja a betérőt Csákányoroszlóban, a főutca 102 szám alatti ház udvarán. Gréta lentiből érkezett családjával, hogy megnézze az ünnepi látványosságot. Hallottunk már róla, és érdekesnek találtuk, és kíváncsiak voltunk, hogy mi lehet itt, és vajon mennyi fény, meg mennyi minden található itt Csákányoroszlón. Gyurján János 14 évvel ezelőtt kezdte a karácsonyi díszítést. Először a párját szerette volna meglepni, csak az Ereszt csatornát díszítette fel. A fényfűzérek és figurák ezután évről évre gyarapodtak. A meseházat először csak kívülről csodálhatták meg az arra járók, körülbelül 7 éve pedig az udvart is megnyitotta az ötletgazda az érdeklődők előtt. Páromnak szerettem volna kedveskedni, és következő éve már kristályszarvasokat szereztem be, hóembert, ami a mai napig díszes pompa itt a kis kertnél, gyerekek kedvence. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, hogy egyre többen jöttek mindenféle megyékből, Ausztriából, Szlovéniából, és
és gyakorlatilag egy turista látványosság lett ebből. A ház udvarát általában advent első hétvégéjétől lehet megcsodálni, most egy héttel előbb nyitottak. Volt olyan év, amikor 3000 látogatót fogadtak már az első napon. A karácsonyi meseház minden évben megújul, így azok is visszajárnak megcsodálni, akik egyszer már látták. Az előkészületeket már májusban megkezdték, augusztus végén kerültek fel az első égő sorok. Idén lett egy kis monókiállítás, lett egy 13 méteres diófa, ami fel lett díszítve, fényalagút, a mézes kalács ház is megújult, illetve ugye a macik és a szarvasoknál is rengeteg újdonság, újítás lett, életnagyságú télapokkal. Idén egy 6 méteres karácsonyfa az újdonság, aminek nyitott a belseje, lehet benne fényképezkedni. A Csákánydoroszlói Meseház kapuja mindenki előtt nyitva áll délutánonként 5 órától este 8-ig. A látogatókat hétköznap meleg teával, az adventi vasárnapokon pedig forró csokival kínálják. Ennyi fért mai műsorunkba, én remélem nem bánták meg, hogy velünk tartottak. Tartsanak velünk jövőre is, hiszen idén már többet nem találkozhatunk. Én kívánok a munkatársaim nevében mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, sikerekben gazdag új esztendőt, és akkor találkozzunk 2024-ben is. További szép estét, jó tévézést és jó hétvégét. Viszontlátásra!